Üdvözlöm a Weekend nézőit, már javában tart az esküvő szezon, a mit illik és mit nem illik viselni témakört járjuk körbe Koncz Verával. Megmutatjuk, milyen volt a színjátszótábor, és bemutatkozik a Mina zenekar új dobosa is. Először azonban a Sóstói Múzeumfalukból következik egy összeállítás, méghozzá a Vasutas Juliálisról. Tisztelt utasaink! Sóstó Múzeumfalu következik. Köszönjük, hogy utazásukhoz minket választottak. A MÁV Volán csoport közös rendezvényén mindenki megtalálta a számára legizgalmasabb elfoglaltságot. A rendezvény az országban három helyszínen kerül megrendezésre, de a regisztrált családok jellemzően a Nyíregyházi Múzeumfaluban vannak a legnagyobb létszámban jelen. Gabányi Ferenctől megtudtuk, a szervezés már áprilisban elkezdődött. Ez a 73. juliális, és valóban a mai napon Szolnokon és Dombóváron is megrendezésre kerül a juliális, az ottani eseményeket és vasutasok és volános munkavállalók és családtagjaik látogatják. Mi, hogyha a Nyíregyházi vasutasnapról beszélünk, minden esetben a Múzeumfaluban gondolkodunk, mert ennél tökéletesebb rendezvényhelyszínt nem tudunk találni. Hagyományosan itt valósítjuk meg a mi rendezvényünket, belakjuk a mai napon az egész múzeumfalut, a portákat, a különböző tereket, és természetesen a faluközpontot is, ahol a színpadi produkciók zajlanak. Egy olyan családi nap ez, ahol mindenki érintett. A munkatársak nem csak egymás között vannak, mint a mindennapokban, hanem a családjaikkal együtt szórakozhatnak itt. Krucina Vince elnök vezérigazgató úgy fogalmazott, ezek a rendezvények szükségesek ahhoz, hogy a dolgozók kiszakadhassanak a mindennapi mókuskerékből. Abból izgalmas a mostani rendezvény, ez a rendezvényt a MÁV már közel 75 éve megrendezi, de ez első olyan év, ahol a Volán dolgozók is csatlakoznak ehhez a szervezethez. De fontos azt megemlíteni, hogy ez nem valaminek, nem egy új kezdet, hanem inkább a folytatása, hisz a MÁV Volán az 1927-ben már együtt volt, együtt dolgoztak, úgy, mint lányvállalatok, úgy, mint holding, akkor is a munkatársak egy cégcsoporthoz tartoztak, és maga az, ami elindult 2014-5-ben és 2020-21-ben csúcsosodott ki, hogy a vállalat egyesült, tehát MÁV Volán egy cégcsoportra került. Ugye a Covid miatt nem nagyon lehetett megrendezni ilyen nagy rendezvényeket, az emberek összejöhettek, a napi munkából kicsit kiszakadhattak, együtt örülhettek, megismerhetik egymást, erősíthetik egymásba az elhivatottságot, a csoportszellemet, a csapatszellemet, úgyhogy összességben nem történik más most, mint ami 1927-ben elkezdődött, egy csodálatos folytatása a két szét csoportnak. Felnőtt és gyerekprogramok is akadtak bőven. Koncertek, buborékok, bűvész és retro buszsimogató is várta az érdeklődőket. A buszsimogató első hallása talán kicsit furán hangzik, de nézzük, miről is van szó valójában. Hát azt mondhatom, hogy az egyik szemem sír a másik nevet, mert azt olvasom itt, hogy retro járat, ami egyetlen azzal, hogy már én is retro vagyok, mert egy hasonló busszal jártam Nyíregyháza a belvárosát, és jártam iskolába, az Arany János gimnáziumba. Mit is lehet tudni erről a járműről? Mióta vonták ki a forgalomból, vagy esetleg járnak-e még ezek a buszok? Ezt az autóbuszt 1988-ban gyártották, eredetileg Németországban dolgozott a régi NDK területén, majd 1997-ben hozták vissza Nyíregyházára, akkor még Szabolcs-Volán RT-hez, és onnantól kezdve Nyíregyháza helyi és helyközi járatain dolgozott, egészen 2022-ig, majd 2022 júniusában alakult ez a retro járat, és azóta így a hétvégi időszakban a Sóstót járja, illetve a nyári időszakot leszámítva az ünnepi időszakokban adventkor, illetve október 23-án a városban megtalálható járatként. Megkérhetlek-e arra akkor most idézőjelesen, hogy elviszel engem egy körre? Természetesen. A fiatalabb generáció már nem is biztos, hogy tudja, hogy ez itt pontosan mire való. Ugye jegykezelőként funkcionál, most már a gázos buszokon egy teljesen másfajta jegykezelő használatos. És hát a másik, amiről nekem emlékeim vannak, én egy nagyon kicsi kislány voltam, és felszálltam a hármas buszra, és mindig azon gondolkodtam, hogy azt a gombot ott ki fogja megnyomni, mert hogy én soha, nagyon sokáig nem értem el. Illetve hát emlékszem, hogy ezek az ajtók is azért másképpen működnek, mint a mai buszokon.
Igen, ez még egy, hát ugye, mint az 1980-as években gyártott típusokon, egy ilyen négyszárnyú harmonika ajtóval ellátott utasajtó, és ugye hatalmasat csapott, amikor bezáródott, és jó erős hangja volt. Hát és jobb esetben nem volt ott senki. Jobb esetben igen. Mert azért ott a piac környékén az egyes busz Nyíregyházán, ott azért próbáltunk fölnyomakodni. Retro ülések, mondhatni, igen. Bőrből vannak, klasszul hozzá lehet izzadni nyáron. Ilyen időjárásban. Van-e még bármi olyan érdekesség ezen a járművön, amivel most nem találkoznak, akár ezek a gyerekek, akik itt ülnek körülöttünk, a most forgalomban lévő buszokon? Hát ami nagy kuriózum benne, azok a viszonylatjelző táblák, ez ilyen nyíregyházi sajátosság, hogy egy ilyen tekerős tábla, amivel benne van az összes helyi járat, és ott tudtuk kitekerni az éppen aktuális járatot, illetve a mechanikus váltó, ugye a legtöbb korszerű jármű már automata váltós, ez az autóbusz pedig még mechanikus váltóval rendelkezik. Jelenleg is buszsofőrként tevékenykedsz? Így van, jelenleg is autóbuszvezető vagyok. És miért választottad ezt a szakmát? Én 2 éves koromtól szerettem volna buszvezetője lenni, és egy álmom vált valóra, amikor mindig azt mondtam, hogy Nyíregyháza helyi járatán Ikarusszal fogok autóbuszt vezetni, és ezt meg is valósítottam. És most mit vezetsz? Most a 44-es járatokon szoktam Solaris típusú autóbusszal lenni, illetve amikor dolgozik ez az autóbusz, akkor nagy részt én is szoktam őt hajtani. Köszönjük szépen! És akkor picit tovább is sétálunk, mert hát vannak utasaink ezen a retro járaton, hát mert beszéltünk valakivel, akinek sikerült, és szeretnél buszvezető lenni? Én amúgy nem nagyon szeretném buszvezető lenni, de szeretek buszozgatni. Sokat buszozgatsz? Nem, mert csak a mamámmal szoktam, mert van kocsink. Van autótok. És honnan érkeztetek ide Nyíregyházára? Debrecen. A buszozás után a vonatot sem késhettük le, így csatlakoztunk egy riport erejéig a Kisvasutak baráti köréhez. Mi a ti fő tevékenységetek? Mi az, amiért ti ma ide kijöttetek? A mi egyesületünk gyakorlatilag megszüntetett kisvasutak feltámasztásával foglalkozik. Jelenleg körülbelül 300 tagunk van. Üzemeltetjük például a Kemencei Múzeumvasutat 2000 óta, és itt is kitűztük, hogy ezt a nyírvidéki kisvasutat, ami 2009-ben szűnt meg, megpróbáljuk feltámasztani. És ez itt már bizony egy főpályamesteri vágánygépkocsi, amit a gyerekek birtokba is vehettek, a fiatalember Bence pedig minden kérdésüket igyekezett türelmesen megválaszolni. Ez a vonatozás, ez egy ilyen fiús dolog, ugye? Hát igen, ez elmondható, mert lányok nem nagyon vannak nálunk se itt a szakcsoportban, úgyhogy többen vagyunk fiúk, mint lányok, úgyhogy igen, ez így elmondható. Mi az a gép, ami mellett most itt állunk? Vagy ez a jármű igazából, ha pontosítok? Hát mi egy főpályamesteri vágánygépkocsi mellett állunk, rövidítve PVG. Ezzel annó a főpályamesterek járták be a hozzájuk tartozó vonalat, és meg a hozzájuk tartozó szakaszt, ezt ők használták igazából ilyen pályabejárás célokra. Egy főpályamester az valójában mit jelent? Mi az ő feladata? A főpályamester egy adott szakasznak, főpályamesteri szakasznak a vezetője. Ő felel a pályának a járhatóságáért, annak állapotáért, és igazából azért, hogy a pályán vonat tudjon közlekedni, és biztonságosan tudjon rajta közlekedni, az ő felelősségébe tartozik. Ez a jármű, ez önmagában közlekedett, így ahogy van, vagy bármit utána lehetett csatolni? Hát igazából ez egy fogós kérdés, mert maga a jármű az önmagában is közlekedhetett, viszont lehetett használni pályakocsiként is, az azt jelenti, hogy tolva, hogy csak simán tolták az emberek, és húzhatott is maga után az elején. Az elején ott vannak a vonószemek, meg a hátulján is, és tudott kocsikat is továbbítani, ilyenből többet is össze lehetett akasztani, és így akár szerelvénybe is tudtak ezzel közlekedni. Egy igazán jó hangulatú családi nap kerekedett a Múzeumfaluban szombaton. A MÁV Volán csoport júliálisán körülbelül 4000 ember gyűlt össze. A programok tekintetében színes palettát vonultattak fel a Vasutas Művelődési Ház szervezői. Jó magasra, gyerünk srácok, a csillagot is láthatjátok, most jön mindenki! Miért választotta a vasutat? Vasutas családban származom, és mindenki vasutas, így nekem is, mint vasutas dinasztria. Az mit jelent, hogy mindenki vasutas? Hát a nagyszülők, dédszülők, itt mindenki, testvérem, édesanyám, édesapám is az volt, mindenki vasutas volt.
Egy ideig titkolták, mentek a találgatások, hogy vajon ki lehet a Mina új dobosa, de nemrég lerántották róla a leplet, és már itt is ül a stúdióban Pár Mihály. Szia, jó estét! Jó estét, köszöntenék én is mindenki. Ez szándékos volt ez a titoktartás körülötted? Hát igazából nem feltétlenül. Ugye nyilván fel kellett készülnünk arra, hogy most azért egy teljesen kész produkciót megtanulni, az nem egy rövid idő. De igazából úgymond elég hamar sikerült, összesen 2 próba alatt megtanultuk a műsort. Hát könnyű neked, hiszen ugye ismerted a repertoárt, és gyakorlatilag számodra azért nem volt új ez a zenekar, meg a hangzásvilág, hiszen ugye mint hangmérnök technikus végig kísérted őket. Így van, hát ugye elsősorban onnan közelíteném meg az egészet, hogy a zenekarnak már a második lemezét vettem fel, hogy hangfelvétellel foglalkozok, és hát ott azért eléggé belássa az ember magát a hangszerekbe, sőt, hát ugye konkrétan minden egyes leütést, minden egyes hangot ismerek a 2 lemezen belül, és így sokkal egyszerűbb volt a dolog. Hogy van az, amikor valaki játszik hangszeren, és közben meg mondjuk egy zenekarral dolgozik, és ugye a másik oldalon ül, tehát mennyire tudod ezt függetleníteni, vagy mondjuk mennyire szerencsés ez ebben a helyzetben, hogyha valaki hangfelvétellel foglalkozik, hogy maga is zenész? Hát ugye alaphelyzetben a zenekar tekintetében ez viszonylag egyszerű dolog volt, mert azon kívül, hogy mondjuk én a hangmérnöke voltam a zenekarnak, mind élőben, mind felvételen is, barátok is vagyunk. Tehát, hogy nagyon egyszerűen mentek a dolgok. Tehát mi nem csak azért vettünk részt egymás életében, mert együtt dolgoztunk, hanem azért is, mert hogy össze is jártunk azon kívül, hogy esetleg a felvételeken vagy a koncerteken találkoztunk. És így igazából ez ilyen teljesen zökkenőmentes dolog volt átállni a keverőpult egyik oldaláról, mondjuk a dobok mögé. És korábban ez nem merült föl, hogy esetleg együtt játszatok? De igen, felmerült. Beszélgettünk erről sokszor, hogy hát lehet, hogy kéne egy második gitáros is a zenekarba, de ugye eleve az egész zenekarnak a kompozíciója, ugye a Minának a kompozíciója egy rock trió. Uh-huh. És én mindig ragaszkodtam azzal, hogy srácok, nem kell, ez így a király, ez így adja az egységet, úgyhogy ezt elvetettük. Meg mondták a srácok, hogy mindenkinél 20 centivel magasabb vagyok, úgyhogy emiatt nem lehetek gitáros. Na, akkor mutassuk be most a zenekart, ha valaki nem ismerné, kik játszanak és milyen hangszereken. Hát ugye mi a trió vagyunk, így hárman vagyunk, Lehóczki István, ő a gitárosunk, aztán Császár Péter, ő a basszusgitáros és énekes, tehát ő frontemberünk, és én ugye Pál Mihály vagyok, dobos. Nos, hát ugye megtörtént az első közös próba, te, aki már minden hangot ismersz, sőt rögzítettél is, milyen volt ott a másik oldalon játszani, dobolni? Hát megmondom őszintén, hogy ugye nyilván előtte is játszottam már zenekarokban, mind dobos, mind gitáros, énekes pozícióba, de nekem mindig is a dobolás volt az, amiben teljes mértékig ki tudtam teljesedni. Úgy szoktam ezt mondani, hogy a dobolás az egy instant flow érzés. Tehát amikor az ember csak arra az egy dologra tud koncentrálni, amivel most éppen foglalkozik, és idestóval már 10 éve nem játszottam zenekarba, így ez nekem nagyon jó érzés volt újra dobok mögébe ülni. És miért pont a dob? Mikor kezdtél játszani? Hát azt hiszem ez ilyen 2005 körül volt, az első zenekarom az egy ilyen inkább, tehát én sokkal keményebb zenéket játszottam, mint mondjuk a Minának a stílusa, inkább ilyen metálos irányvonalba. Az 2005 körül kezdtem el dobolni, és azt hiszem, hogy 2007-ben kerültem be egy formációba, annak a neve Stranger volt egyébként. És ugye előtte én hangszeren gitározni kezdtem, meg énekelni, és hát valahogy nekem ez a frontemberi dolog olyan kicsit,
túl extrovertált. Tehát, hogy egyszerűen a dobok mögött azért egy picikét hátrébb szorul az ember, és ez sokkal jobban illet a személyiségemhez, én úgy gondolom legalábbis. Szóval visszavonultál egészen a keverőpult mögé, ma lehet ezt mondani, aztán most mégis előtörtél. Hát most olyannyira, hogy azért ezt közönség előtt is megmutatjátok hamarosan, lesz egy koncertetek, nem is olyan sokára, mire készültek. Így van, hát úgy gondoltuk, hogy a Mina miensége miatt ugye nyilván az underground irányából közelítenénk meg, és akkor egy ilyen kisebb nyári klubkoncerttel be tudnánk ezt az egészet húzni a zenekar mögé, hogy új dobos van, és itt Nyíregyházán lesz egy koncertünk szombaton a Búzatéren egy szórakozó helyen. Na hát szerintem így nagyjából ezt a rajongók, vagy legalábbis azok, akik szeretik az élő zenét, akkor így be tudják lőni. Fontos az, hogy egyébként közönség előtt játszatok, és hogy legyen valamiféle visszajelzés arról, hogy milyen a zenekar, egyáltalán kell-e az, hogy élő zene legyen és élő közönség. Hát szerintem mindenképpen fontos, mert ugye eleve a zenélést szerintem azért kezdi el valaki, mert hogy a zenélés, a hangszeren játszás az egy önkifejezési forma, tehát szeretnénk ezeket a hullámokat, ezeket a hullámokat eljuttatni valakihez, és mi is kifejezni azt, ami mondjuk a lelkünkbe, vagy a gondolatainkba a szövegek által, vagy a hangszerek által is megfogalmazódnak, ezért szerintem mindenképpen fontos az, hogy legyen egy közönség, akinek ezt előadhatjuk. Természetesen én legalábbis úgy gondolom, hogyha az most 5 ember vagy 5000 ember, az akkor ebben a formában szerintem nem számít. Tehát itt a közösségformálás és maga a zenéléssel járó öröm az, ami szerintem igazán fontos. Na hát legyen így, legyen nagy öröm szombat este. Köszönjük, hogy itt voltál. Mi pedig folytatjuk zene után festészettel. Kerekes 70 címmel nyílt kiállítás nemrég Nyíregyházán. A tárlatot Verebes György festőművész nyitotta meg, Olajos Gábor pedig gitáron kísérte az eseményt. Kerekes Elek már olyannyira része Nyíregyháza belvárosának, mint az általa megfestett Kródi szobor. A bemutatott tárlat a színes palettán vonultatja fel a festőművész alkotásait. Verebes György festőművész barátsága legalább 35 éve kíséri Kerekes Elek Győző életét és művészi pályáját. Közelről ismeri az embert, és figyelemmel követi a művészetét befolyásoló hatásokat. Az ő személyisége az stabil, a különféle művészi arcaival pedig különféle formák felé fordul, de ezeknek a tengelyében ugyanaz a művész áll. Tehát a látszólagos sokszínűség az valóban csak látszólagos, mert az átélésnek a mélysége, a lényegiség mindezek mögött az ugyanaz, és ez az övé, ez Kerekes Elek. Kerekes Elek a kerek évszám ellenére, vagy épp amiatt is friss és energiákkal telve keresi az élet megfesthető érzéseit, szépségeit. Verebes György arról is beszélt, hogyan alakult Elek művészete a 70. életévhez közeledve. A művészeknek nem mindegyike, a művészek egy része képes arra, hogy az idő előre haladtával annyi bölcsességet gyűjtsön magába, hogy a kifelé történő megnyilvánulásairól le tudja fejteni a fölösleget. És a gesztusrendszere egyre tisztábbá válik, adott esetben a színei fölfrissülnek, és én az ő legfrissebb művein pontosan ezt látom. És ez egy olyan üdvözlendő dolog, amit az ember mindig örömmel lát, hogy valóban az embert a testi ereje idővel elhagyja, ezt mindannyian átéljük, de a szellemnek a frissessége az ettől függetlenül megmaradhat, sőt, talán éppen ennek a testi elmúlásnak a közelettéből táplálkozhat a szellem, és válhat egyre frissebbé, és adhat útmutatást a következő generációk számára.
A festő népszerűségét és a nyíregyházi művészközösségben betöltött helyét mi sem tükrözi jobban, hogy a megnyitó helyszínén már alig maradt hely a később érkezőknek. A 70 alkotást számláló tárlat a Pál Gyula teremben és a Városi Galériában tekinthető meg július 29-ig. A bolygónk és városunk környezetvédelmi portál második alkalommal adta át környezetvédelmi díjait a Magyar Tudományos Akadémián. A civil szervezet kategóriában a Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 20 éves tevékenységét díjazták. Vendégünk az Egyesület elnöke Juhász Péter. Szia, jó estét! Szia, jó estét! Hát szívből gratulálunk, szerintem nagyon szép elismerés volt, de hát nyilván rengeteget dolgoztatok 20 esztendő alatt, úgyhogy most egy picit akkor csavarjuk vissza az időkerekét. Gyakorlatilag ugye ez egy ilyen kis baráti összejövetelnek indult annak idején. Mi volt akkor a cél, vagy mi motivált titeket? Hát alapvetően akkor még ilyen 10-20 évesek voltunk, ki mennyi idős, tehát volt, aki még nagykorú sem volt. Összejártunk, és azon kívül, hogy bulisztunk, mint így az átlagos ilyen korosztály, így elkezdtünk mindenféle akciókat véghez vinni, de teljesen önkéntes alapon, tehát nem volt semmilyen jogi forma, semmilyen szervezeti forma, nem is értettünk ehhez középiskoláson, vagy éppen még főiskola egyetem elején. De ahogy így összejárkáltunk, akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy lehet, hogy ezt az akármilyen szemétszedési akciót, vagy humanitárius tevékenységet, vagy madárlest, vagy bármi mást, akkor ezt próbáljuk meg szervezeti formában is megoldani. Tehát a civil szervezet, mint olyan, még akkoriban nem volt annyira elterjedt így a 2000-es évek legelején, legalábbis Szabolcs megyében, Kisvárda és környékén, úgyhogy segítségre is szorultunk. Voltak olyan idősebb személyek, akik így a kezdeti nehézségeket segítettek áthidalni, tanácsokkal elsősorban, és hát a kezdeti tevékenység egyértelműen arról szólt, hogy rendezvényeket szerveztünk, szilveszteri bulikat, amit Földkelte bulivá avanzsáltak, illetve szemetet gyűjtöttünk, főleg a Kisvárdai Vár környéke volt a mi szívügyünk. Oda jártunk beszélgetni, de hát az egy kvázi szemétlerakó volt ebben az időszakban. Sokan oda vitték azt, amit nem tudom miért nem a hivatalos gyűjtőhelyekre. És ezeket összegyűjtöttük gumicsónakokkal, kézzel, mindenféle zsákokkal, aztán egyeztettünk, hogy jusson ez olyan helyre, ami megfelelő. Ez volt az alap. Aztán változott. Jött a nemzetközi. Változott egyébként attól, hogy lett valami formája, kerete a dolognak? Elhivatottabbak lettetek, vagy könnyebb volt a munkátok attól, hogy már nem csak egy ilyen kis baráti társaságként dolgoztatok a környezetért, a környezetvédelemért? Hát úgy gondolom, hogy a legelején nem ez volt a fő szempont. Tehát jót tett nekünk, hogy akkor most van egy kis beosztása az embereknek, hogy ki milyen pozíciót vállalt így a kezdetén, de gyakorlatilag ugyanazt csináltuk, mint az Egyesület megalakulása előtt. Mivel frissek voltunk, nem is értettünk hozzá, nem is voltak forrásaink, hanem aki akart segített, aki akart beszállt, valaki így, valaki úgy. Úgyhogy ez volt a kezdete az egésznek, de már akkor is voltak nagy globális terveink. Ja, hát gondolom, hogy utána évről évre izmosabbak voltatok. Sokszor az ember azt gondolja, hogy ez csak csepp a tengerben, amit tehetünk, mert hogy sajnos a világ, meg minden más annyira gyorsan és olyan módon pusztítja a Földet, hogy kicsit ilyen sziszifuszi küzdelemnek számít, de azt gondolom, hogy ha meg semmit nem tenne senki, akkor meg nagyon gyorsan vége lenne ennek a gyönyörű világnak, úgyhogy mégiscsak nagyon fontos. Te hogy látod ezt, hogy mennyire tehetünk ellene, hogy igazándiból egy picit ez a földanya sokáig legyen egészséges? Hát abszolút egyetértek azzal, amit említettél, hogy csepp a tengerben, de hát a tenger cseppekből áll. Ez volt a mottónk, és hát az a másik mottónk, hogy tesszük, amit tőlünk telik, nem többet, nem kevesebbet, de látni akartuk azt is a nagyvilágban is, hogy mi történik. Tehát rögtön az alakulás után egy-két évvel a tagok nagy része külföldön kezdett dolgozni, valaki önkéntesként, valaki munkavállalóként, és a fő célterületünk ebben az időszakban Afrika volt.
tehát Malaviban, Ugandában, Kenyában és egyéb afrikai országokban, most jelenleg Kongó az talán a fő célterület, a nagy Kongó, Kinshasa Kongó, ahol dolgozunk, illetve az idén volt egy olyan lehetőség, így rögtön a Covid után mondjuk így, hogy az Antarktiszra is sikerült eljutni, hogy a klímaváltozással kapcsolatban is így lássuk már, hogy egyáltalán mi a realitás, mert egy dolog, amit az ember hall és olvas, megnézi a statisztikai adatokat, de így meg tudtuk nézni testközelből is. És mit tudtok tenni tevőlegesen valóságban? Hát először is a realitásokkal kell találkozni. A másik, ami saját magunknak kell olyan szintre változni, és hát ez még folyamatban van, meg valószínűleg ez így is marad életünk végéig, hogy holisztikusan kell szemlélni a dolgokat. Tehát az, hogy környezetvédelem, az egy elég szűk kategória a mi felfogásunk szerint. Tehát itt ez nagyon szorosan összefügg a szociális tevékenységgel, a gazdasági dolgokkal, a politikai eseményekkel, diplomáciával, kultúrával, tehát ez csak együtt lehet. Nekem legalábbis ez a meglátásom, legalábbis megérteni. Mindenben nem lehetünk profik, egyértelmű, de mindenképpen szem előtt kell tartani más szempontokat is. Nem elég kizárólag arra rámenni, hogy most egy fajt megmentsünk. Nézzük meg azt is, hogy annak milyen egyéb hozadékai vannak, akár pozitív, akár negatív. Nézők, akik mondjuk most hallják ezt a beszélgetést, ők tudnak-e bármit tenni? Mondjuk azt mondod, dolgoztok Afrikában. Mondjuk Jóska bácsi Nyíregyházáról, az örökös földről tud-e valamit tenni abban, hogy segítsen benneteket? Hát először is beszéljünk, nézzük meg, hogy milyen lehetőségei vannak és milyen céljai, és meglátjuk, hogy hova passzol. Tehát elég sok, több száz fiatalt tudtunk kiküldeni már az afrikai kontinensre is. Nem mi magunk, mert mi picik vagyunk, hanem együttműködésben más civil szervezetekkel, esetenként kormányzati, nem kormányzati szervezetekkel, és itt voltak önkéntes orvosok, most legutóbb Etiópiába, májusban érkeztek haza magyar önkéntes orvosok, akik a nagykövetséggel együttműködésben dolgoztak, Hungary Helps finanszírozásban. Voltak olyanok, akik abszolút saját pénztárcájukból becsatlakoztak egy-egy programba, például a Jacaranda Alapítványnál Malaviban, illetve vannak olyanok, akik itt helyben, lokálisan szeretnének hozzájárulni a környezetvédelemhez, vagy bármilyen más, mondjuk így társadalom és természetépítő projektekbe, abban is próbálunk segíteni. Nem biztos, hogy sikerül, de tesszük, amit tőlünk telik. Akkor az alap az, hogy vegyék fel a kapcsolatot, beszéljetek, beszéljünk, és aztán mindenki valószínűleg megtalálja azt a helyet, azt a forrást, ahol ő is tevékenyen és segítő szándékkal tud dolgozni, és a nagy egészben egy csepp tud lenni a tengerben, ahogy mondtuk. Gergő, elfogyott az időnk, köszönjük szépen, és még egyszer gratulálunk, és azt kívánjuk, hogy hát most már ez adjon egy újabb löketet a következő 20 esztendőhöz is. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Kedves nézőink, ennyi fért a Weekend első részébe. A híradó után színjátszó táborral folytatjuk, és arról is szó lesz, hogy hogyan illik manapság felöltözni egy esküvőre, maradjanak velünk. Köszöntöm újra a Weekend nézőit. Tombol a nyár, és ezzel együtt a táborok is. Mária Pócson 17. alkalommal szerveztek színjátszótábort, melyben a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színház művészei, valamint a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói is csoportvezetőkké váltak. Idén júliusban immáron 17 éve válik a Dudás Miklós görög katolikus két tanítási nyelvű általános iskola és alapfokú művészeti iskola egy nagyon különleges alkotó műhelyé. A táborozók létszáma 37, de volt olyan év, hogy a tábor majd 80 fővel indult. Olyan bázis ez a fiatalok számára, ahol azt csinálhatják, amit szeretnek. Azok lehetnek, akik szeretnének lenni, és ahhoz is közel kerülhetnek, hogy kik is ők valójában. Pénteken már finisbe fordulnak, hiszen a tábor a szombati estével zárul, ahol a gyerekek számot adnak arról, mivel is foglalatoskodnak az alatt az egy hét alatt, amikor még a szülők is csak alkalomattán érik el őket telefonon. Vona Éva, a tábor szervezője, a kezdetekről is mesélt nekünk. A 17 év alatt kikristályosodott úgy ez a tábor, hogy nagyon nem kellett változtatni, mert a rendszer szerintem arra, hogy szakmai táborként működjön, arra tökéletesen épült fel. Délelőtt órák vannak, színészmesterség, beszédtechnika, énekhangképzés, színpadi mozgás, ezeket mindet szakemberek vezetik, tehát úgy forognak a gyerekek, rotációban mennek egyik teremről a másikra, és dolgoznak 50 perces tanórákkal tulajdonképpen, és addig, amíg az iskolában voltak az órák, most az építkezés miatt nem, addig rendesen a csengőt is használtuk.
Egy élőzenés jogaórába csöppentünk épp, ami már önmagában hordozott valamiféle nagyon bensőséges hangulatot. Ilyenkor a táborban már mindenki igyekszik bölcsen gazdálkodni a munícióval fizikai és szellemi értelemben is. Nagyidai Gergő neve már összeforrt a Mária Pucsi táborral. Korábban több éven át volt csoportvezető Friedrich Noémi, Gulácsi Tamás, Kosik Anita, de a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának több tagja is vezetett itt csoportot az évek alatt. Ebben az évben elsőként rendez előadást Csáki Benedek és Ferenci Nagy Boglárka. A legkisebbek előadását Buzogány Borbála és Tóth Dóra Lilla vette gondozásba. Azokból a fiatalokból, akiket elkezdtél táboroztatni, már a kollégáiddá vált egy-kettő. Milyen érzésekkel tölt el ez téged most? Megdöbbent, hogy milyen öreg vagyok. Hát figyelj, ez egy óriási siker, nem? Mindannyiunk sikere, olyan embereket neveltünk ki a magunknak, akik még ebben a szakmában is meg tudják állni a helyüket. És ebben a táborban kezdődött az egész. Írtózatos tempót veszünk, az azért tény. A tábor rendjének nem tudunk ugye ellene menni, tehát nem tudjuk átírni a tábori programot, így hát azért kénytelenek vagyunk egészen későig dolgozni, de ugye ez az áldozat, amit a srácok meghoznak, és azok, akik már régi táborozók és tudják ezt, azok kőkeményen mennek bele az éjszakai próbába. Úgyhogy ilyenkor próbáljuk meggyőzni a kezdőket, akik újonnan érkeznek, hogy érdemes végig küzdeni ezt, mert ami szombaton történik, az pedig pótolhatatlan és utánozhatatlan élmény. Azt lehet mondani, hogy egyébként közel áll ez ahhoz, amit te a színházban az évek során megtapasztaltál, ahhoz az élményhez, ahhoz a munka tempóhoz, vagy ahhoz az odaadáshoz, amit a színházi munka igényel? Igen, ez az. A színdarabok 17 éve kapnak, ha lehet így mondani, kiszolgáló személyzetet is. Nagy Fruzsina látványtervező, másodikos gimnazista volt a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban, amikor elkezdett Pócsi lányként a táborban az előadásokhoz kellékeket, díszletet és jelmezt tervezni, mondhatni teljes mértékben az újrahasznosítás jegyében. Igyekszünk kiszolgálni a csoportoknak az igényeit, amilyen szinten csak lehet kicsit feldobni a látványt és mindent, amennyire tudjuk. Mi minden az, amiből itt egy hét alatt dolgozni tudtok? Mi az, amiből elkészülnek a jelmezek és a díszletek? Van egy alap nagy raktár, ami összegyűlt, ugye Vona Évának, ő így összeszedte a munkái során nagyon sok mindent, és a színjátszó táboros évek alatt is nagyon sok mindent tudtunk félretenni évről évre, ami olyan munka volt, ami tartósabb. Textilek, jelmezek, csomagolópapír, kartonpapír, minden, amit el lehet képzelni, amiből bármit is lehet csinálni. Alkalmam adódott olyan fiatalokkal beszélgetni, akik évek óta visszajárnak Mária Pucsra, no meg olyannal is, akinek ez az első tábora. A riport utolsó megszólalója pedig egy olyan lány, aki táborozóból vált oktatóvá, de a Mária Pucsi színjátszós életérzés egész eddigi életében végigkísérte. Most feltenném itt azt a kérdést, hogy ki a legrégebbi táborozó, akkor szerintem Borcsa Vadul elkezdene integetni, ugyanis ő vele kezdődött minden, most meg tanít titeket. Dani, te is egy régi táborozó vagy, illetve már érettségiző is, és egy felvételin is túl vagy. Mi mindent adott ez a tábor ahhoz, hogy bele tud magad vetni egy felvételibe, azon túl is természetesen, hogy azért téged maga a tábor is elirányított mondjuk a dráma tagozatra, ha lehet ilyet mondani? Hát én ugye 6. éve vagyok itt, és ebben a táborban ismertem meg azokat az embereket, akik engem most jelenleg körülvesznek az életben. És hogyha én ebben a táborban nem találkozom a Nagyidai Gergővel, meg a Vona Évával, akkor az biztos, hogy az én életem nem úgy alakul, és nem abba az irányba megy, mint ahol most tart. Medárd, hány éve vagy táborozó? Ez az 5. éve. És neked mit jelent így a nyaradban ez az egy hét? Hát, tulajdonképpen nagyon meghatározó mindig az 5. éve. Az első évemet sose felejtem el, mert az volt életem egyik legszebb hete. És minden nyár elején már ezt a hetet várom, mert tudom, hogy a szombati előadás után egy ilyen katarzis fog körülvenni, ami után úgy érzem, hogy sokkal jobb minden. Az egész hetet az aranyozza be, hogy az előadás után egy nagyon jó ajándékot kapok. A nagy vállalásoknak lesz a végkimenetele az, hogy ez a katarzis tényleg megszületik? Szerintem igen, mert minél fárasztóbb egy napi próba, minél tovább próbálunk hétfőtől péntekig,
szombaton annál jobb lesz az előadás, és annál jobban érezzük azt, hogy igen, megérte az egész hetet. A nagyidei Lili is táborozó 10 éves korától, azt hiszem, és most már hamarosan a Kaposvári Egyetem színész hallgatója. Túl vagy egy másodrostán, egy harmados, és nyilván egy elsőn is, de ott azért még annyira nem megerőltető a dolog. A tábor munkarendje, az, amit itt megtapasztaltál az évek alatt, mennyiben adott ahhoz, hogy az ottani tűrőképesség, vagy az állóképességed meglegyen, hogy az ottani rostákat végig tud csinálni? Hát elég nagyot adott, én 8 éve vagyok táborozó, és ezek után egy munkatábornak hívom ezt az egészet, mert itt folyik a legtöbb munka. És hát nagyon sokat adott, főleg, hogy én nagyon sokat voltam apa csoportjában, és ott azért megtapasztaltam már 13 éves koromban, hogy 2-ig próba, aztán alvás, szövegtanulás, rengeteg, és közben egy hatalmas élményt adott, és tudtam úgy felfogni ezt az egészet, mint egy tábor lett volna. És hát nem is a munka mennyisége, hanem leginkább az, hogy már azért itt találkoztok azzal, hogy beszélni tanítanak titeket, énekelni tanítanak, és itt is nyilván folyamatosan a határaitok feszegetéséről van szó. Mennyiben hasonló volt ehhez képest a felvételi időszak? Szerintem még azt könnyebbnek is mondtam volna, mert ott azért nem volt ennyire feszes tempó, mert csak egy jelenteket csináltunk, és azért itt egy egész darabot viszünk színre. Megtanultok egy kicsit másképpen gondolkodni, mint a veletek egykorú fiatalok? Igen, szerintem teljesen, mert én a mindennapi életben is egyébként teljesen más vagyok, mint amikor itt a táborban. Itt ez olyan, mint valami újjászületés, és szerintem nagyon fontos, hogy a tizenéves, mármint az ilyen kisebb gyerekek is megtapasztalják ezt az érzést, és hogy kicsit hangolódjanak egymásra, és hogy ne csak a telefonon keresztül kommunikáljanak egymással, és hogy kilépjenek a komfortzónájukból. Itt szerintem évről évre ebben az egy hétben gyakorlatilag családdá lesztek. Érzette ezt most? Ez volt az első benyomás, hogy jelképesen megfogták a kezemet, és ebbe a világba bevezettek. Én egyébként aggódtam, hogy hát most én vagyok az egyedüli, aki nem volt senki, nem volt kapaszkodási pont. De oda jöttek, és nyíltan, és beszéltek, és nevettünk, és jó volt, és együtt voltunk, és ez ami hiányzik az életből. Bocsa, milyen az, hogy ebben te tényleg kislánykorod óta részt vettél, és ezt a közeget tulajdonképpen most te ápolod? Te ápolod tovább? Igazából most hallgatom a srácokat, és borsózik a hátam, meg a karom. Meg elérzékenyülök, ahogy hallgatom, hogy mit jelent nekik. Nekem ugyanezt jelenti ez a tábor, és jelentette ezt 8 évesen, 10 évesen. Elképesztő, hogy azok az oktatók, azok a színészek, akik engem tanítottak akkor, ők most tulajdonképpen kollégáim lesznek. És hát egy nagyon érdekes fordulatot vesz az élet, mert én a Lilit tanítani fogom szeptembertől a Kaposvári Egyetemen a színművész szakon beszédből, és igazából visszapörög minden, és kapcsolódunk, és igazából ezt a srácoknak is akarom mondani, hogy aki itt táboros volt, mindenhol vannak táborosok. Tehát egy fesztiválon, egy színházban, Budapesten, Győrben, Békés Csabán, Gyulán, az ember bárhova megy, lesznek táborosok, és ugyanezzel a családdal, ugyanezzel a szeretettel az ország különböző pontjain tudtok kapcsolódni és csatlakozni. Úgyhogy imádom ezt az érzést. Miért nem választottad a színházi pályát? Én erre ma már mindig azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen én választottam. Nekem a játék a mindennapjaim része. Tehát egy kisgyerekkel, családokkal, felnőttekkel, fiatalokkal, én egész nap játszom. Szoktam mondani a korai fejlesztőben a kollégáimnak, hogy ne haragudjatok, nekem 15 előadásom van ma, és mindenki nevet rajtam, de ez konkrétan így van. Tehát a gyerekek kártyát húznak, kivel akarnak ma játszani, hercegnővel, királynővel, pillangóval, akkor én az vagyok, és úgy tanítom őket. Ebbe a flow-ba, ebbe a képzeletvilágba kalauzolom el őket, és így épül a hallás és a beszéd. És utána nevelődnek ki ezek a gyermekek a játék által, a játék szeretete által. Úgyhogy tulajdonképpen hát a színészi pályát nem úgy, mint esetleg ti fogjátok csinálni, de ugyanezt csinálom.
csak máshogy egy kicsit. Egy kicsit úgy mindenből van benne. De talán ez vagyok én, és ez így jól van. A teljesség igénye nélkül itt bontogatta szárnyait Tóth Mátyás színész, bábművész, Márkus Luca a Víg Színház színművésznője, Törő Gergely a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művésze, Bordás Roland, Sóvári Fehér Anna, Juhász Péter, Csáki Edina, Szép Evelin, Kiscsinszka Flóra. A Mária Pócsi színjátszótábor olyan nem színészi pályán lévő, de kiváló színházi szakembereket is nevelt, mint Tanyik Zsófia Súgó, később a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészeti titkára. Vannak bizonyos öltözködési szabályok, amelyeket kötelező betartani az esküvőkén, kivétel, ha a pár úgy dönt, hogy mindezt felrúgja. Ezekről az alapvető szabályokról beszélgetünk Koncz Verával. Szia, jó estét! Szia, jó estét kívánok! Akkor tulajdonképpen az a legjobb, ha a pár nagyon liberálisan gondolkodik, ugye, és felrúgja a szabályokat, vagy esetleg pontosan egy dress kódot ír elő az esküvőjére, mert akkor nagyjából tudja az ember, hogy mivel nem lő mellé, de most vegyük akkor az alapokat. Tényleg mi az, amit egy esküvőn valóban nem illik, ami tiltólistás hölgyeknek és uraknak? Rengeteg szabály van, ami az etiketre vonatkozik, akár esküvőn, akár a különleges rendezvényeken. Például nem illik késni az esküvőről, ugyanúgy, mint ahogy más rendezvényről sem, tehát tiszteljük meg az ifjú párt azzal, hogy erre a nagy napra időben érkezünk, és lehetőleg hölgyként ne vegyünk fel fehér ruhát. Ez tiltólistás. Ugyanúgy nem ajánlott még a piros és a fekete szín sem. Egyébként a hangulatunkkal befolyásolhatjuk a rendezvényt, tehát fejezzük ki, hogy mi örülünk, és köszönetünket is kifejezhetjük az ifjú párnak a meghívásért. És hogyha nagyon illedelmesek szeretnénk lenni, akkor ezt a gratulációnknál is kifejezhetjük azzal, hogy nem tartjuk fel a mögöttünk álló sort. Tehát igyekezzünk rövid gratulációt mondani az ifjú párnak, és ne felejtsük el az örömanyát, az örömapát is köszönteni ebből az alkalomból. Egy picit térjünk vissza a színekre. Ez a bizonyos három szín, a fehér, a piros és a fekete csak a hölgyekre vonatkozik, mert hogy azt gondolom a férfiakra biztos nem, mert általában ugye mindenki fekete öltönyt visel egy alkalommal, vagy egy ilyen alkalommal is, sőt a legtöbb férfi azt gondolom, hogy nem is nagyon rendelkezik más színű öltönnyel vagy zakóval. Ez a hölgyekre vonatkozik az előírás, éppen azért, hogy a mennyasszony fényét, különlegességét ne vegyék el ugyanolyan színű ruhával. Tehát ez kifejezetten a mennyasszony felé történő tapintat és megbecsülés kifejezése a hölgyek részéről. És mondjuk a fehérnek az árnyalatai, vagy a bézsnek a különböző árnyalatai szóba jöhetnek, hogyha a mennyasszony ezt kifejezetten nem tiltja meg? Így van, attól függ, hogy a mennyasszony nem lesz esetleg bézs vagy ekrű ruhában. Uh-huh. Ezt előre illik egyeztetni a mennyasszonnyal, tehát amilyen ruhát választ a mennyasszony, abban a színben lehetőleg ne tündököljön más hölgy. Hát ez az, ami kifejezi az ő iránta való tiszteletünket. De most már divatosak lesznek majd a nagyon halvány bézs mellett, a rózsaszín, a babakék árnyalatok is, mennyasszonyi ruhaként is akár. És mi van akkor, amikor, ahogy az elején mondtuk, amikor az ifjú pár mindent fölrúg, és mondjuk már ott szerepel a meghívóban az, hogy a megjelenés bizonyos színben, mert mondjuk ők ragaszkodnak ahhoz, hogy kék, vagy fehér, vagy aranyszínű esküvőjük legyen. Igen, éppen az idei trendek között van ez a jellemző, hogy a tradíciókat és a hagyományokat szeretik felrúgni, és most ennek divatja is van, akár a színek tekintetében is. Tehát, hogyha a meghívón szerepel az, hogy milyen színű öltözéket, vagy milyen stílusú öltözéket kérnek, akkor ezt illik figyelembe venni, és ehhez képest választják a hölgyek az öltözéküket. És ez mondjuk a férfiaknak is nagy fejtörést okoz? Mondjuk most csak úgy játszunk el a gondolattal, hogy ezüst színű esküvőt szeretne valaki, vagy arany színűt, akkor
akkor mi a helyzet? Ott állnak a teremtés koronái, és azon gondolkodnak, hogy honnan a fenéből szerezek egy aranyszínű smokingot? Vagy? Nyilván kiegészítőkkel meg lehet oldani, de ez azért elég ritka, hogy arany vagy ezüst megkötést alkalmaznak. A színek megkötése is ritka, inkább a témát határozzák meg. Tehát akár egy country stílusú esküvő, még mindig divat a vintage, vagy a koktélparti jellegű esküvő az, ami divatos most ebben az évben, amikor teljesen lazára veszik a figurát, és gyakorlatilag bármi szabad, bármi lehet, csak jó hangulatban teljen az esemény. Ennek ilyen buli hangulata van. De az is divatos, hogyha a hagyományos esküvők mellett elegáns helyszínt választanak. Itt is a meghívóból már láthatjuk azt, hogy milyen öltözék az, ami ide illik. Tehát, hogy a nagyon elegáns rendezvény helyszínt választ az ifjú pár, akkor a vendégeknek ehhez illően illik öltözni. És mi most a trend? Ugyanabba az öltözetbe mennek, mondjuk a templomba, vagy a házasságkötőbe, vagy akár egy esküvő helyszínére a vendégek, és utána mondjuk az est további részében, amikor már kötetlenebb vacsora és buli van, akkor átöltöznek, vagy illik mondjuk egy ilyen tematikus esküvőn ugyanabban a stílusú ruhában maradni egészen reggelig akár? Mindkét változat lehetséges, attól függően, hogy mit határoz meg az ifjú pár. Tehát, hogyha ők meghatározzák a rendezvény stílusát, akkor illik végig azt követni, akkor is, hogyha átöltöznek, mert a szertartásra mindenképpen egy elegánsabb, akár a tematikán belül is egy elegánsabb változatot használnak, és délutánra, estére pedig általában a hölgyek is átöltöznek, tehát a vendégek is egy lazább öltözékbe, ugyanúgy, mint ahogy a menyasszony. Nem is kötött egy egyébként akár már a piros ruha sem éjfél után a menyasszonynak, bármilyen ruhát felvehet, de a tradíció még ezt megkívánja sok esetben. Bár most a Lionel Richie lányánál láthattuk, hogy ő például fehér ruhát választott az éjfél utáni bulis rendezvényre is. Azt olvasom, hogy például tilos a tornacipő, valóban így van? Akkor tilos a tornacipő, hogyha nincs megszabva a rendezvénynek a különleges hangulata. Tehát, hogyha az van megszabva, hogy bármiben jöhetnek, és ezt feltüntetik a meghívón is, akkor természetesen előfordulhat, de ez nagyon ritka. Tehát a tornacipő az kifejezetten egy hétköznapi viselet, az esküvő pedig egy különleges alkalom, ami általában nem túl gyakran fordul elő az ember életében. Tehát bármilyen is az esküvő tematikája, igyekezni kell mindig az ünnepélyes hangulatot kifejezni, akár az öltözködéssel, akár a viselkedéssel. Még akkor is, ha mondjuk egy limitált szériájú, nem tudom milyen edzőcipőről van szó, ami adott esetben sokkal többe kerül, mint egy hagyományos, klasszikus, elegáns cipő, tehát akkor tartsuk ezeket a szabályokat mindenképpen fő szempontnak. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én azt gondolom, hogy a részletekről, meg az aprócska kérdésekről pedig nagyon jó, hogyha valaki személyesen kér tanácsot tőled. Igen, nagyon hasznos az esküvő szervező szaktudása az ilyen rendezvényeken. Köszönjük szépen, szép nyarat neked. Én is köszönöm. Kedves nézők, az Ádám Jenő pedagógus kórus 65 éves jubileumi hangversenyével folytatjuk most. Ezt rendezték nemrég Máté Szalkán. A következő percekben ebből mutatunk egy kis részletet. Thank you.
Kedves nézőink, ennyi fért mai műsorunkba, de most sem hagyjuk Önöket játék nélkül. Pál Feri atyatokai előadására nyerhetnek egy páros belépőt, ha tudják, hanyadik alkalommal szerveztek idén színjátszó tábort Mária Pulcson. A helyes válaszokat ezúttal is Facebook oldalunkon várjuk. Én mára megköszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is, akkor többek között Jakus-Bokori iskola udvarára invitáljuk majd Önöket egy nosztalgia délutánra. Kollégáim nevében is kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok, viszontlátásra!